Engedjék meg, hogy az infokommunikáció nemzetbiztonsági szempontból előadással kezdjem. Azt hiszem, az előző előadások után nem vonhatjuk kétségbe, hogy az elmúlt 25 év fejlődése az infokommunikációról szólt. És az infokommunikáció azt eredményezte, hogy megváltoztak a társadalmak. Beszéltünk globalizált társadalmakról, most már technológia alapú társadalmakról beszélünk, illetve talán házigazdánk sem véletlen választotta ezt a nevet információs társadalomról. És az infokommunikáció terjedése, változása azt okozta, hogy alapvetően megváltozott a biztonság, illetve a biztonságról alkotott képünk. Eredményezte azokat a problémákat, hogy a biztonság és az infokommunikáció hogyan függ össze, és három fókusz szeretnék meghatározni ebből, hogy mind-mind összefügg egymással. Első körben ugye létrejöttek azok az instabil államok, ezt követően az instabil államok létrejöttek, után elindult egy migrációs folyamat, és a migrációs folyamat egy terrorizmust is eredményezett. Egy képet szeretnék adni elsőként az arab tavaszról. 7 évre menjünk csak vissza, és nem is az arab tavasz kirobbanásánál, hanem a Dubajban élő, de egyiptomi állampolgárságú Google marketing vezetője, aki létrehozott egy Facebook profilt, azt követően, mikor 2010 nyarán ő meglátott egy olyan fotót, egy olyan rendőrök által megkínzott, illetve meggyilkolt emberről, aki az internetre töltött fel egy fotót magáról a korrupciós cselekményről, amit elkövettek a rendőrök. Mikor ő meglátja ezt a fotót, létrehozza ezt a profilt, ami még ma is létezik a Facebookon, mi mindannyian Khalid Saidok vagyunk. Ez a Facebook profil első körben elkezdi megosztani azokat az információkat, amit ugye mindenki feltölt rá az egyiptomi rezsimmel szemben. Ezt követően a következő lépés decemberben, amikor Tunéziában egy utcai gyümölcs- és zöldségárus a helyi önkormányzat ellen való tiltakozása miatt, aki zaklatja őt a tevékenységében, felgyújtja magát Bouazizi. Bouazizi, mikor felgyújtja magát, akkor Twitter üzenetekben elkezdik az emberek megosztani első körben együttérzően, hogy mi történt, utána már nem együttérzően, hanem némely esetben öngyilkosságra való felhívásként, illetve mindenképp egy tiltakozásként. Az ő temetésére a Twitter üzenetek hatására már 5000-en mennek el. A Twitter, mikor ugye az arab tavasz megindul, 990 ezer felhasználója van az arab térségben. Az arab tavasz végén, 2011 nyarára már több mint 2 millió felhasználója van, és ez azt is eredményezi, hogy a Twitterben a 8. leginkább használt nyelv az arab lesz. Mit eredményez ugye, amikor kialakulnak az arab tavasz eredményeként egy instabil államok, mindenhol felborul, európai szemmel működőképesnek mondható, de demokratikusnak semmiképp sem, de biztosítják az alapvető állami funkciókat. Ezek az alapvető állami funkciók eltűnnek, és elindul egy illegális migráció ezekből az államokból, illetve nem csak ezekből az államokból, hanem elindul Fekete Afrika térségéből is, hiszen eddig ezek a stabilnak mondható államok fel tudták fogni az ilyen jellegű migrációs folyamatokat is. És mit látnak, amikor elindulnak a migránsok Európába, és ezt is miért látják, mert ugye ezek a különbségek Európa és mondjuk Észak-Afrika vagy az ázsiai régió között mindig megvoltak, azért, mert az infokommunikációs eszközök a rendelkezésre állnak, és ismeret van arról, hogy mi van Európában, és mi van Európában, amit mindenki lát, béke, biztonság, vallási tolerancia, illetve működnek az ellátórendszerek, amik ugye az arab tavaszt követően ezekben az államokban egyáltalán nem voltak működők. Képesek, nem váltak működőképessé. Így az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszer. Ugyanazokat az eszközöket használták fel a menekültek a menekülés folyamatában információhoz jutás céljából, mint ami az arab tavasznál is megjelent. Tehát a Facebookot, a GPS jelzést, a Safarit és a WhatsApp alkalmazást, hogy egyrészt tartsák a kapcsolatot egymással, tudják tartani a kapcsolatot nem csak egymással, hanem a migránsokat szervező csoportokkal, az embercsempészekkel, és így jutnak be Európába, abba a célországba, ahol ők el akarnak jutni, amit mondanak nekik, hogy hova érdemes eljutni.
És a potenciális útvonalakon nem csak a migránsok érkeznek meg, hanem megérkeznek velük együtt a terroristák. Mindenki emlékszik szerintem 2015-re, mikor az volt az álláspontja az európai országok politikai vezetésének, hogy ez nem igaz. Egyébként, hogy egy kis benfentes információt is elmondjak, akkor is valamennyi európai biztonsági szervezet, nemzetbiztonsági szolgálat, rendvédelmi szerv jelezte ezt a problémát, hogy a közel 2 millió ember, aki beáramlik Európába részben ellenőrizetlenül, nagyjából teljesen ellenőrizetlenül, nagyon komoly kockázatot fog eredményezni. Ezek a kockázatok be is érnek, mert az utóbbi 2 évben 10 terrorcselekmény történt. Ugye itt látjuk azt a penetrációt, mert sajnos ennek is van penetrációja, hogy hogyan növekszik az intenzitása, illetve az áldozatok száma az európai térségben az arab tavaszt követő menekült hullám elindulásával. Ugye mit láttunk Európában, hogyan következnek be a terrorcselekmények, mi a célja a terrornak, a félelemkeltés és a minél kisebb befektetéssel a lehető legnagyobb áldozatot megkövetelni a társadalommal, tehát a legnagyobb emberáldozatot meghozni. Ugye azt is láttuk, hogy bár 2004-ben a madridi terrorcselekmény követelte egyidejűleg a legtöbb ember halált, már ott 191 halálos áldozat volt, de ettől ugye nem sokban marad le a párizsi terrorcselekmény áldozatainak száma, illetve milyen napokon történnek ezek a terrorcselekmények, azt is érdemes nézni. Július 14-én a francia nemzet ünnepe alkalmából, vagy Berlinben az adventi időszakban. Tehát a terroristák igenis ezeket a célokat próbálják megvastani ilyen közvetett módon, hogy mikor, milyen felkészültséggel, arra is láttunk példát, nagyon jól szervezett, nagyon megszervezett támadásokkal, illetve némely esetben az éppen rendelkezésre álló legegyszerűbben belehajtani a tömegbe a gépjárművel, aminek ugye a terrorizmusban ez eddig nem volt jellemző, viszont most jellemzővé vált, hogy megtörtént a másolás. Tehát volt egy gépjárműves elkövetés, azt követően megint történt egy gépjárműves elkövetés. Tehát erre is evvel is számolnunk kell, hogy a elkövetési módozatok kiszámíthatatlanná válnak a biztonsági szervezetek számára, és igenis félnünk kell, hogy hogyan tudnak még újabb metódusok bekövetkezni. A magyar vonatkozás, miért emeltük ezt ki, mert a terrorelhárítási központnak, a Magyar Terrorelhárítási Központnak, illetve a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat támogatásával volt egy nagyon jó felderítése, ami egyértelműen be tudta mutatni, hogy hogyan történt a terroristák migrációs útvonalon keresztül a célhelyre juttatása. Ugye Salah Abdeslam azért érdekes ilyen szempontból, mert így utólag tudjuk, hogy ő egy francia állampolgár, aki Belgiumban élt. Mégis Magyarországra hamisított szíriai útlevéllel érkezett meg, és egyértelműen logisztikai feladatokat látott el. Ő volt az az ember, aki a párizsi stadionnál nem robbantotta fel magát, és ő szállította a helyszínre a egyébként önmagukat felrobbantó társait, akik Magyarországon szedett össze. A kommunikációs csatornák azóta már felderítésre kerültek, itt váltott telefonkártyák, váltott telefonkészülékek, különféle alkalmazások, Facebook profilok, amik csak néhány órára lettek létrehozva, alkalmazták a terroristák, mint egy infokommunikációs hozzáférési lehetőséget. Ezek a fotók ugye kifejezetten a keleti pályaudvar környékén készültek, tehát ott is látszott, hogy milyen hatása volt, tehát mennyire az infokommunikáció köré tömörültek. Egyrészt, hogy a menekülési útvonalat megtanulják, másrészt ugye, akik káros szándékkal jöttek be, hogy fel tudják használni majd ilyen cselekményre. De a terroristák ugyanúgy rendelkeznek kézi könyvvel ahhoz, hogy milyen eszközöket kell használni, hogy a hatóságok látókeréből ki tudjanak kerülni, vagy bele se tudjanak kerülni oda. Egy kuwaiti IT biztonsággal foglalkozó cég, a CyberCov volt, aki elsőnek kiadott egy biztonsági kézi könyvet, aminek ugye az volt az elsődleges célja, hogy a gázai területen dolgozó újságírók a forrásaikat fedni tudják, de ezt vette át az iszlám állam is az alkalmazás szempontjából, és ott nagyon célirányosan le van írva a terroristáknak, terrorista jelölteknek, hogy a TOR hálózatot, a TILS operációs rendszert, a Telegram alkalmazást,
a CryptoCat chat alkalmazást használják, illetve még mik a biztonságos kommunikációnak tekinthető Signal alkalmazások, a Redphone alkalmazás, illetve azt is részletesen leírják, hogy a Gmail, illetve a Messenger funkciókat hogyan kell úgy használni, hogy az ő szempontjuk biztonságosnak legyen tekinthető, hogy ki tudjanak kerülni a rendvédelmi szervek látóköréből. És mikor az infokommunikációs területet vizsgálják a rendvédelmi szervek, az is már 2011-ben számos elemző leírja, hogy a konfliktusok át fognak terelődni a kibertérbe. Mert ott ugye el lehet bújni nagyon egyszerűen, illetve lehetőség van hatalmas károkozásra, relatív kis erőbefektetéssel. És a kibertérnek ugye már látjuk is azokat a folyamatait, nagyon szerteágazon a hektivizmusról, kiberterrorizmusról, kiberkémkedésről és kiberbűnözésről is beszélünk. És ugye azt se felejtsük el, hogyha a terrorizmus szempontjából vizsgáljuk, hogy az iszlám állam már 2014-ben ugye létrehozza a kiberkalifátus elnevezéssel a kiberseregét, melynek célja feltárni, hogy hogyan lehet a legnagyobb kárt okozni az európai társadalmak számára. És nem kiberterrorizmushoz kapcsolódó események, de azért a félelemkeltésére alkalmasak, mert 2015-ben számos önkormányzat honlapja szenvedett el Magyarországon is, illetve máshol is difész támadást, aminek az eredményeképpen a kezdő lapot átírták, vagy iszlám államot támogató, vagy különféle iszlám harcosokat ábrázoló fotókra, ami utólagosan is bebizonyítást jelent, hogy alacsony kiberkockázatú esemény volt, de arra mindenképpen alkalmas volt, hogy egy egyszerű állampolgár, aki csak meg akarja tekinteni a saját honlapját, megijedjen és rémület keltődjön benne, hogy ezek szerint Magyarországon is már az iszlám állam ilyen erősen jelen tud lenni. Ez nem kiberterrorizmus, de olyan szempontból, hogy milyen károkat lehet okozni 2016. októberében az amerikai egyik DNS szolgáltatót ért DDoS támadásnak az lett az eredménye, hogy több órára, némely esetben több napra ugye kiestek, vagy teljesen leálltak szolgáltatások, Netflix, Spotify, PayPal, Twitter. És akkor már mindenki azt érzékelte a saját bőrén is, hogy egy terrortámadás mit eredményezhet majd. Ugye erre is rögtön megszülettek az ideológiák, hogy mi történhetett erre. Miért történhetett ez? Ennek ugye van egy technikai, nagyon racionális magyarázat, az IT eszközök sérülékenységének kihasználása és botnet hálózatba szervezése, de azonnal felröppentek hektivizmushoz kapcsolódó ideológiai elméletek is, melyek azt próbálták bebizonyítani, megmutatni, hogy erre azért kerül sor, mert Julian Assange, ugye, aki a londoni ekvádori nagykövetségen tartózkodott akkor is, elvették tőle az internetet, és akkor az őt ideológiailag támogató hackerek szerveződtek egy csoportba. Tehát ugye a hacktivizm, ugye akkor is ki lehet használni terrorfenyegetettség növelése céljából egy eseményt, hogyha ténylegesen nem is terroristák követik el. Mondjuk itt most nem ez az eset merült fel. Ugye a Magyar Nemzeti Kibervédelmi Intézet készítette egy listát, ugye minden évben elkészíti ezt az elemzést, hogy a Magyarországon a kiberfenyegetettség hogyan alakul, mind a önkormányzati kormányzati szélet tekintve, mind a gazdasági társaságok vonatkozásában. És itt egy megnyugtató hírről tudunk beszámolni, mert persze hozzáteszem, hogy látencia itt is van, amit mérni sem lehet, hogy alacsony kockázatú kibertámadások érik a magyar hálózatot egyelőre. Érték kritikus biztonsági szintet elérő támadások is, de úgy gondolom, hogy azok időben lekezelésre kerültek. És ha már a Nemzeti Kibervédelmi Intézetről beszélünk, akkor a magyar kormány már 2013-ban felismerte, hogy a kibervédekezésre egy összetett szervezet, intézmény és jogszabályi rendszert kell összehozni. Ekkor, amikor 2013-ban történik meg az első lépés, mikor a kormányzati felügyelet alá rendelésre kerül a kormányzati incidens kezelés rendszere, és 2013-ban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapja meg ezt a feladatot, hogy folytassa le ennek a kormányzathoz történő integrálását.
Utána szép fokozatosan jogszabályok felülvizsgálatával egy egységes intézményrendszer alakul ki, mely 2015. november 1-ével a Nemzeti Kibervédelmi Intézet létrejöttével születik meg, egy egységes szervezetrendszer a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretén belül, ahol egyidejűleg történik meg, egy szervezetrendszeren belül tud megtörténni az IT biztonság irányítás sérülékenység vizsgálat kérdéskör, az a elektronikus információbiztonsági hatósági feladatok ellátása, illetve a kormányzati informatikai incidens kezelés kérdése. De nem csak Magyarország készül, hanem Európa is készül, hogy a kibervédekezés területén a lehető legfejlettebb szintre jusson, és már 2013-ban elkezdi a gondolkodást, hogy hogyan lehet ezt a lehető legtökéletesebben megvalósítani. 2016-ra érünk el oda, hogy megalkotják a NIS vagy hálózatbiztonsági irányelvet, ami alapvetően a alapvető szolgáltatást nyújtókra nagyságrendileg átfedést jelent a kritikus vagy létfontosságú infrastruktúra szolgáltató szervezetekkel, így az egészségügyi ágazattal, az ivóvízellátással, az energiaiparral, a pénzügyi, a bankszférával, illetve a közlekedéssel és a digitális infrastruktúra szolgáltatókra terjed majd ki a hatája, illetve a digitális szolgáltatókra, ami a felhő alapú szolgáltatást nyújtó gazdasági társakat jelenti, az online keresőmotorokat, illetve az online piactér szolgáltatókat. Ez a Magyarországon is ugye megtörténik az EU-ban az elfogadás 2016-ban. Magyarországon is elindul az implementációs feladat, és 2018. május 9-én már hatályba lépett jogszabályokkal kell rendelkeznünk, mely alkalmas arra, hogy tényleg európai szinten együttműködésben tudjuk megvalósítani ezeket a feladatokat. Ebből részegységek már meg is történnek, így kijelölésre kerül a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, mint magyarországi kapcsolattartó pont az EU csírt fele. Ugye a stratégia már megszületett Magyarországon, ennek a felülvizsgálata is elindul, illetve a meglévő jogszabályoknak a felülvizsgálata, illetve az új jogszabályok előkészítése. Ami mind a nemzetbiztonsági szerveket, mind a kiberbiztonsággal foglalkozó szerveknél kardinális kérdés, az együttműködés kérdése, mert az ilyen típusú cselekmények, tehát sem a terror, sem a kibertámadások nem állnak meg a határon, ezt egyértelműen tudjuk, és itt egy nagyon komoly nemzetközi összefogásra van szükség. Én most itt tudom cáfolni, hogy azok a urbán legendek, hogy nem működnek együtt a szolgálatok a terrorizmus témakörében, illetve kiberbiztonsági kérdésekben megtartják maguknak az információt, nem igazak. Minden szervezet, aki ezzel foglalkozik, arra törekszik, hogy az információk teljes körűen megosztottak legyenek, hiszen egységes a cél a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a kibertámadások elleni védekezés, egy egységes kiberbiztonsági rendszer fenntartása és megteremtése. Ennek érdekében számos nemzetközi platformon veszünk részt, illetve számos gyakorlatot folytattunk le, illetve most az a kezdeményezés is teljes mértékben működik, hogy a piaci szereplőknek egy részét, az egyetemnek egy részét, illetve a kormányzati szerveknek egy részét egy egységes platformra tereltünk a Kibervédelmi Intézet vezetésével, hogy az információcsere még teljesebben meg tudjon történni. Mivel ugye szeretünk mindig a negatív példákkal hozni, ezért azt is szeretném jelenteni mindenkinek, hogy a kiberbiztonság területén is értünk el eredményeket, mert egyrészt az Európai Unió általános munkacsoportja, a Jean-Val munkacsoport is, aki a kiberbűnözés elleni küzdelmet vizsgálta visszamenőleg, és egy abszolút pozitív országjelentést adott Magyarországról, illetve az ITU értékelési rendszerében is igen-igen pozitív helyet értünk el a kiberbiztonság szervezet rendszerére vonatkozóan. Tényleg néhány gondolatot a jövőről, mert ugye a Telekom vezérigazgató úr is kifejtettem, mert maximálisan egyetértek, hogy itt van előttünk a fejlődés. Azt tudjuk, hogy lesz, de azt nem teljesen tudjuk még, hogy milyen irányú. Látunk egyfajta minőségi fejlődést és egyfajta mennyiségi fejlődést. Hogyha a minőségi fejlődésről nézzük, ugye a kiterjesztett valóság, virtuális valóság, ami már azért itt van közöttünk, de a mesterséges intelligencia kifejlesztésében ugye a négy fokozatú listán egyőre még csak az
első fokozatnál állunk, de az biztos, hogy meg fog valósulni. És ami nagyon fontos ebből a szempontból, hogy mit mondanak a mesterséges intelligenciáról, és ki mondja ezt a Tesla vezérigazgatója, illetve a Microsoft vezérigazgatója, illetve egy elméleti fizikus Stephen Hawking, hogy nagyon kell vigyáznunk, mert nem tudjuk, hogy a mesterséges intelligenciával hova fogunk eljutni, de biztos, hogy egy idő után, egy szint után már veszélyessé válhat ez a történet. Tehát ugye ez megint egy olyan kérdéskör, amire már az elején oda kell figyelni, hogy hogyan tudjuk majd megoldani. És nem csak minőségi változások lesznek, hanem mennyiségi növekedés is, hogyha csak az okos telefon előfizetések számának a növekedését nézzük, ami azért érdekes, mert hogyha visszagondolunk az arab tavaszra, ahol Tunéziában volt a leginkább elterjedt az internet használat, de ott sem érte el a 25%-ot. Az összes többi országban, az arab tavasz országaiban meg végképp nem érte el. Na most számítunk 200%-os növekedésre ezekben a térségekben, de még Nyugat-Európában is egy 90%-os növekedésre. Láthatjuk, hogy milyen olyan hozadéka lehet, amire most még elképzelésünk sincs. Úgy szintén az előző adásokon már volt szó az IoT eszközöknek az elterjedéséről, az 5G-s alkalmazások egyre inkább való felhasználásáról, ugye, ami a téli olimpián meg is történik az éles tesztüzem, illetve az okos telefon forgalom 2021-re 12%-ra fog növekedni. És ami nagyon fontos a biztonság, infokommunikáció, kibervédelem témakörében, hogy a biztonság mindegy egy reaktív történet tud lenni. Tehát van egy fejlődés, amit próbálunk követni, próbálunk figyelemmel kísérni, de a biztonságot mindig csak a már meglévő fejlesztésekhez, ha nagyon szerencsénk van, akkor egyidejűleg, ha nincs annyira szerencsénk, akkor csak utólag tudjuk megtenni. És ezért fontos az ilyen típusú találkozások, hogy igenis jelezzük, hogy ezekben a kérdésekben a fejlődés mellett nagyon komoly biztonsági kockázatok vannak. És a biztonsági kockázat lekezelése úgy gondolom, hogy nem csak állami feladat, hanem valamennyi gazdasági társaságnak a feladata, az egyetemi szféra, és értelemszerűen az iparági szektornak az együttes feladata megoldani a kormányzati szervekkel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!